A kicsi és mély kátyuk a legveszélyesebbek. Ezeket nehéz észrevenni, és 100 000 forintos kárt okozhatnak. Ebben a győri szervizben az úthibák miatti sérüléseket próbálják kijavítani. Ez a felni teljesen szétroncsolódott, használhatatlan. Naponta 2-3 autót, 4-5-öt is javítunk. Van, aki megúszta csak egy felné javítása, valakinek a felné és elgörbült meg a gumi és tönkrement. Ez lehet 5000-től 50 000-ig, akár 80 000 forintig, attól függ, hogy milyen típusú autója van. A nagy hőingás is a sok csapadék miatt Győr-Moson-Sopron megyében a szakemberek szerint 2-szer annyi a kátyú, mint tavaly. Az úthibák felmérése megkezdődött. Győr-Moson-Sopron megyében az elmúlt év hasonló időszakához képest megtöbbszöröződött a burkolathibák száma. A csapadékmentes és száraz napokon tovább fogjuk folytatni a megkezdett burkolatjavításokat. Eddig a havas napokig, ami az elmúlt napokban volt, több mint 200 tonna hideg kátyúzóanyagot már beépítettünk. A további kátyúzáshoz szükséges anyag megrendelése megtörtént. Győrben sem kímélte az időjárás az aszfaltot, van, ahol táblák figyelmeztetik az autósokat a veszélyre. Az 500 kilométeres úthálózat karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. Rengeteg úthiba keletkezett a győri úthálózatban, ezen úthibák felmérése folyamatos, és természetesen a város, a hasonlóan a korábbi évekhez, mintegy 250 millió forintot biztosít a költségvetésében ezen úthibák elhárítására. Amennyiben ez az összeg kevés lenne, természetesen a város ezt ki fogja egészíteni. A téli hónapokban csak hideg aszfalttal tudják befedni a kátyukat, de ez csak átmeneti megoldást jelent. Tavasszal azonban a tartósabb melegburkolást alkalmazzák útjavításra.